Köszöntöm a VKC televízió nézőit, önök a Budakalászma hírmagazinunkat látják, lássuk először témáinkat röviden. Radics Béla emlékkiállítás. Konzerves dobozzal ütött. Ifjabb Tompó László előadása a Faluházban. Az Elhallgatott Zenekarok Fesztiválja alkalmából egy igazán különleges Radics Béla emlékkiállítás nyílt március 3-án pénteken a Faluházban. A kiállítást László András, a Radics Béla Emléktársaság titkára nyitotta meg. Idén volt 71 éve annak, hogy megszületett Radics Béla, sokak szerint minden idők legjobb magyar gitárosa, a hazai rockzene hajnalának egyik nagy ikonja. Az 1982. október 18-án 36 évesen elhunyt gitáros emlékére kiállítást rendeztek a Faluházban. A tárlatban Béla személyes tárgyai és fotói mellett zenekaraihoz köthető 60-as, 70-es és 80-as évekbeli plakátok, továbbá a még életében vagy azután megjelent hanglemezei is helyet kapnak. Ami a mai fiataloknak szinte teljesen ismeretlen, az úgynevezett szocializmus a rendszerváltásig, ugyanis akkor volt egy Acél nevezetű kulturális miniszter, aki elhatározta, hogy 3 téve szabályozzák a művészeteket, színházművészeteket és az úgynevezett beat pop rock művészetet. Ez volt a 3 T, tiltás, tűrés és támogatás. Radics Béla a legszigorúbban tiltott előadók közé tartozott, semmilyen szinten nem, soha nem, semmiféle támogatásban nem részesült. Radics Béla óriási erénye volt a magyar rock történetbe, hogy a 70-es, 60-as évek végén ő ismertette meg velünk a klasszikus rock történet 2 legnagyobb triójának, a Jimi Hendrixnek és a Creamnek a zenéjét, és ebben teljesen felborította az addigi ismert hazai magyar beat világot hasonlított, és ha valaki látta esetleg, vagy itt az önök filmjében biztos felelesztik Radics Bélát, külsőleg is hasonlított rá, és Radics Béla egyik legnagyobb műfai, szakmai és művészi erénye az volt, hogy csodálatosan tanult meg autodidakta módon gitározni. Ebben a mai napig is az ő munkássága, művészete egyszerűen verhetetlen a magyar rock történetbe. Ő az egyetlen, és sajnos szerintem az utolsó, akiről szobrot emeltek a 13. kerület Tripolisban, a Vőlegény utcában, ott emléktábla van, és Radics Béla utca is. Én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő években már nem hiszem, hogy lesz magyar rockzenészről utca. Radics Béla rockzenész, gitáros, énekes, a magyar rockzene legendás, nagy hatású alakja. Kiváló gitáros, remek előadó, karizmatikus egyéniség volt. A zenén kívül sok minden más is érdekelte. Nyitott volt, sokat olvasott és szívesen beszélgetett az irodalomról. Az országos elismerés hiányában az alkoholhoz fordult, és végső soron ez vezetett halálához. A rock történet szimbolisztikus alakja. Azért mondom, hogy szimbolisztikus, mert hosszú göndör haja volt, Lee Farmerban lépett föl, Cream jelvénnyel, és volt egy legendás Gibson Les Paul szóló gitárja, akit az egész szakma keresi, hogy hol van, mert ennek múzeumban lenne a helye, és Radics Béla vagy RB kapitány ennek a művészetnek a koronázatlan királya. Bárki bármit mond. Ezért is gyűlünk össze egy évbe kétszer, és megünnepeljük az ő hihetetlen, gigantikus munkásságát. Mehet még egy mondat? A temetésen 82. októberében a Megyeri úti temetőben Radics Bélától volt 7 Atlantis kislemezem, és 2 kislemez a Taurus EXT időkből. Akkor álmodni sem, nem is mertünk rá gondolni, hogy a mai napig 9 CD és 6 DVD őrzi a munkásságát. Sajnos ebből egy félperces, meg egy 9 perces archív, a többi mind az emlékkoncertekről született a DVD, de van 6 eredeti sakmat tűzkerék felvétel, CD felvétel, egyetlen egy
Taurus CD van. A Taurus azért hangsúlyozom ki, mert a magyar rocktörténet második rock szupergrupja volt, és teljesen véletlenül azt én adtam ki. Ott egyszer fölvette valaki, a Taurus sajnos a Radics Béla és a magyar rocktörténet legjobb, legkultúráltabb és legimprovizatívabb rockzenekar volt. Balázs Fecó, Somlajos a Neotomból, Brunner Győző volt a dobos a Metróból, és a király Radics Béla, ez volt a Taurus XT 2575-82. Én nem hiszem, hogy lenne máshol felvétel, bár lenne. És mit lehet tudni RB kapitány gitárjáról? Van-e, ha valaki elindul ezen a nyomon, vagy valamilyen nyomon, hol keresse ezt a gitárt? A Bécsi úton, de hadd nem mondjak el közelebbit, mert én is szeretném megszerezni. A nagyon nagy kálváriát járt be a gitárja, többek között volt a Póka Egonnál, aki a Kőbányai Tánciskola igazgatója, a Hobo Blues Band basszusgitárosa, és de volt a Radics Béla édesanyjánál, haláláig feleségénél. Keressük. Maradjunk ilyen diplomatikus válaszba, hogy keressük. A kiállítást László András, a Radics Béla Emléktársaság egykori elnöke, jelenlegi titkára nyitotta meg. Igyekeztem úgy összeválogatni a képanyagokat, hogy ez felülje egyrészt Radics Bélának a munkásságát, tehát az összes stációt, minden zenekarát, amiben jelentősen nagyon sok formációja volt, de amelyik jelentős mérföldkövet képeznek így a rock történelemben. Így az első, hogyha nem tudom, hogy bevágjuk-e a képeket, vagy végignézzük, esetleg így az első, az Atlantis zenekar, az még egy kifejezetten beat zenekar volt, ahogy akkoriban hívtuk. Az Atlantis egy nagyon híres, Neményi Bélának volt a zenekara, beat zenét játszottak, itt már jelentek meg kislemezek, ahol Radics Béla gitározik. A következő nagy stáció az a Sakmat zenekar volt, ahol már egy újabb irányzatot, egy rhythm and blues stílus kezdtek játszani, Jimi Hendrix Scream számokat kezdtek játszani. Ez később sajnos két vonalra szakadt, ami a rock történelemben is egy példaértékű ez a szakadás, mivel ez a Beatles és Rolling Stones vonalat vitte tovább, az egyik a harmónia gazdag világ, a másik pedig ez a rhythm and blues alap, ahol Béla kijelentette, hogy a trió az a zenekar, és az a nyomon haladt tovább, amit Hendrix és Scream tűzött ki. Akkoriban ez a gitárcentrikus zenét hívták annak, hosszú improvizációk, mind a dob, basszus, mind a három zenésznek így alkalmat adott arra, hogy ki tudja fejteni a képességeit. A következő volt a leghíresebb dobás, az a Taurus. A Taurusnak egy szuperdukként alakult, ahol Balázs Fecó, Somlajos, csak a neveket mondjam, Brunner Győző a Metróból, dobosként és Radics Béla gitáron játszott. Ez egy nagyon nagy reményekkel indított zenekar volt, óriási koncertjeik voltak, a legnagyobb a kis stadionban, ahol az akkori Free zenekart is szinte népszerűbbek voltak, annál megelőzték ezen a koncerten. De sajnos itt is az üzleti világ beleszólt a kérdésben, mivel a Béla volt a legnépszerűbb, de úgy tudták ezt az egész dolgot hát lehetővé tenni, most itt a János azt mondta, hogy fúrni, de nem hiszem, hogy fúrásról volt szó. Úgy látták jobban, hogyha egy másik népszerű ember jön a Somlajos helyett, és az a Zorán volt. Na most ezáltal elveszített egy olyan közönséget, egy olyan tábort Radics Béla. Bevallom, én is akkor egy kicsit elfordultam tőle, mivel a Zorán egy nagyon jó ember, egy nagyon jó zenész, de mást képvisel. Ezért teljesen egy más stílus, most nem tudom, ezért egy metal bandába a Kozsót bevennék. Most egy példának mondtam ezt. Ki lehetett az oka ennek? Üzleti megfontolások alapján a Brunnernek mindenkinek az volt a véleménye, hogy a kapcsolatok, akkor is ugye a kapcsolati tőkék számítottak, olyan embereknek jobb kapcsolataik voltak, jobban működik. De ez szerintem szimplán baráti ügy volt. És nem is lett volna ez rossz, ez a formáció, de hát aztán sajnos ennek is vége lett. Innentől kezdve Radics Bélával észrevettünk egy hanyatlást, tehát ő is megkeseredett, meg hasonlott önmagával, szegre akasztott a gitárját, ahogy szokták mondani, de aztán feltámasztotta újból a tűzkerék zenekarokat, ahol újból különböző formációkat, tehát különböző emberekkel játszott. Itt ugye a legnépszerűbb formáció, és szerintem a zeneileg a legjobb volt, ami aztán a későbbi Hobo Blues Band alapját is képezünk. A Póka Egon Dömedezső volt a ritmus szekciója. Ez úgy 78 körül volt. A 80-as évek már teljesen egyértelműen a hanyatlás volt.
Az emléktársaság azzal a céllal jött létre, hogy az 1946 és 1982 között élt gitárkirály a hazai rockzene egyik legnagyobb alakjának, Radics Béla emlékét méltón őrizze. Hanganyagokat, fotókat, esetleges amatőr filmeket és egyéb dokumentumokat felkutassa, összegyűjtse és rendszerezze. Jönnek azok az öreg fiúk, akik szintén nosztalgiával gondolnak erre a korszakra, de a tűzkereket nem kell bemutatni, ők már gyakorlatilag a 90-ben jelent meg az első nagy lemezük, amin csak Radics Béla számokat játszottak, a Megátkozott ember címmel, azóta ápolják ezt az életművet. Itt fiatalok, idősebbek, tehát teljesen vegyes közönségük megtalálható. Ez az új Taurus, ez egy új formáció, ez most jött létre, ez az Elfeledett Zenekarok koncert kapcsán, ami volt a MOM Kultúrházban. A Taurus ez egy külön fejezetnek számít ugye a Radics életműben. Itt kiemelkedett a billentyű Balázs Fetszor évén, és akkor itt azért már érzékenyebb harmóniák is szerephez jutottak, és ezért van a második részben ez az új Taurus, ami szintén Hammond orgonával, az a kornak megfelelő hangszerrel, hangszínnel tudnak játszani. A gitár az egy nagyon legendás, hát akkor azért volt legendás, ez egy Gibson SG-nek hívták. Ez a Gibson SG, ez akkoriban ugye nagyon nehéz volt a szocializmus keretein belül hozzájutni márka minőségi hangszerekhez, tehát egy jó autó, egy jó ruha, egy jó hangszer, az szinte elérhetetlen volt. És a Bélának egyik zenész kollégájának volt ez a gitár, és hát ez nem olyan muzsikát játszott, ami gitárcentrikus lett volna, de Radics meg rávette, hogy cseréljék el ezt a gitárt, és akkor ezzel a Gibson SG-vel ő tudott egy olyan fajta improvizatív gitártechnikát kialakítani, ami neki jobban feküdt. Tehát Clapton, Hendrix vonalat, tehát Eric Claptonnak is ilyen hangszere játszott. Hogyha megnézzük ma például, még mindig az AC/DC-nek ez a szóló hangszere. Tehát ez egy legendás hangszer önmagában véve is, egy márkás gyakorlatilag. Ma egy ilyen típusú hangszere előkerül, hogy a 1,5 millió forint körül van azért az ára. Hát, hogy hol van a gitár, ez egy nagyon nagy rejtély. Az utolsó dokumentum, írásbeli dokumentum, ezt egy történész kolléga kutatta, egy levelet túrt elő, az Orinak az akkori utolsó igazgatója említi a levélében, és megköszöni Béla mamájának, hogy neki ajándékozta a gitárt, mármint az Orinak, és ígéretet tett arra, hogy kiállítja az Orinak az előcsarnokában. Na most innentől kezdve nem tudjuk, mi történt. Én egy nyomot még találtam, ahol az Orinak az akkori grafikus tervező hölgye látta ezt a gitárt a szekrénybe. Tehát valószínűleg meg is kapta a Béla mamájától a gitárt az Ori, és hát hogy utána a rendszerváltáskor ott, ahol tehát ott nagyon értékes hangszerek voltak, próbatermek, egyebek, valószínűleg, hogy vagy olyan kezébe került, akinek dunszja nincs, hogy mi kikerült, vagy pedig dunszja volt, és tudta, hogy egy nagyon értékes hangszer, vagy külföldön van, vagy valakinek eladták. Tehát most már így nyoma nincs. Legendák vannak, itt vannak jelentkezők, hogy ő őrzi, hát nem mutatja meg, fénykép sincs róla, úgyhogy azóta nem tudjuk, hol van. Tehát ez az igazság. A Radics Béla RB Emléktársaság 2017. március 3-án örökös tiszteletbeli elnökének választotta Miskolci Ilonát, Radics Béla kedvesét, aki az utolsó pillanatig a kapitány mellett állt. Szerette, ápolta. Valamint a társaság tiszteletbeli tagjai közé választotta a Tűzkerék XT együttes tagjait, akik több mint 25 éve ápolják Radics Béla zenei munkásságát, játsszák a legendás számait. Az Elhallgatott Zenekarok Fesztiváljáról készült összefoglalónkat a holnapi híradóban tekinthetik meg. A Szentendrei Rendőrkapitányság vizsgálati osztálya eljárást folytatott N. Sándor budapesti lakos ellen súlyos testi sértés büntet kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A 72 éves budapesti férfi a rendelkezésre álló adatok alapján 2016. szeptember 14-én a délutáni órákban egy budakalászi bevásárlóközpontban a pénztár előtt való várakozás során szóváltásba keveredett egy, a mögötte szintén várakozó vásárló férfival. A két férfi vitájának következményeként N. Sándor a mögötte várakozó férfi arcát egy konzerves dobozzal megütötte. A 72 éves férfit a vizsgálók gyanúsítottként hallgatták ki, aki hallgatás során a bűncselekmény elkövetését elismerte.
Az ellene folytatott eljárást a napokban befejezték, és az iratokat súlyos testi sértés büntet kísérletének elkövetése miatt közvetítői eljárásra utalás javaslatával megküldték az illetékes ügyészségnek. Ifjabb Tompó László a Bújdosókönyv írójáról, Tormai Szeszíről és munkásságáról tartott előadást március 10-én a Kóskároly Művelődési Házban. Az est házigazdája Pál Béla volt. A Bújdosókönyv a megjelenése után egyből a Hortikor ünnepelt írónőjévé tette szerzőjét, akit még Nobel-díjra is felterjesztettek, hogy aztán következetes antikommunizmusa miatt 50 évre kivonják az irodalmi vérkeringésből, majd feltámadva élessze újfent ismertségre íróját is. A tavaszi második kulturális rendezvényünkhöz értünk. László barátomat, irodalomtörténész, hogy a Tormai Szeszíl életéről tartson előadást, arról a Tormai Szeszíről, aki oly igaztalan módon a mai napig, ugyanúgy, mint elég sok magyar írónk, nem kötelező olvasmány, az a szerintem a századforduló legnagyobb magyar írónője, akit, ha jól emlékszem, 1937 és 37-ben is irodalmi Nobel-díjra jelöltek, de mivel nem a sorsolásság és hasonló témákról írt, ezért biztos volt, hogy nem is fogja megkapni ezt a Nobel-díjat. Az írónő személyét övező szélsőséges érzelmek gyújtópontjában a két világháború közötti politikai szerepvállalásain túl egy könyv áll, a Bújdosókönyv. Egy könyv, amely a kortárs szemtanú hitelességére alapozva az első közt vádolja meg 1918-19 vezetőjét országvesztéssel, árulással és brutális önkény uralommal. Tolmai Cecil életművéről lesz szó a mai előadásban, aki a 20. század egyik legnagyobb magyar koronatanúja, 1918 és 1919 igazi eseményének a megörökítője, évtizedeken át megtagadott tényeket és gondolatokat örökített meg a Bújdosók könyvében, és arról lesz szó, hogy ezek a gondolatok, ezek a tények, amiket megörökített, miért olyan fontosak, mint máig. 70 éven át azt tanították, és sok ilyen sajnos még talán nem túlzás, azt mondom, hogy azt tanítják ma is, hogy 1919-133 napja egy dicsőséges korszak volt, vagy ha talán nem is dicsőséges, de minden esetre nem olyan rossz korszak, mint amilyennek mondjuk 1945-t beállították. Hát ebből kiderül, hogy Trianonhoz egyenesen vezetett az út Károly Mihályon és Kunbélán át. Ez dolgozza fel, ennek a tényei dokumentálja Tormai Szeszíl a Bújdosókönyvben. Először az életéről, és utána pedig a munkásságról, és főleg a munkásságról, annak fogadtatásáról kívánunk most előadást tartani. Tormai Szeszíl az első világháborút követő összeomlást és az azt követő forradalmakat súlyos megrázkódtatásként érte meg. Erről tanúskodik a Bújdosókönyv, amely lírai szépségében gazdag és drámai erejű képe egy kálváriás kornak, egy szenvedélyes hangú és megrázó erejű napló mindazokról a megpróbáltatásokról, amelyeket Magyarországnak el kellett szenvednie. A Budakalász ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Köztér című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a www.vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat, de követhetnek bennünket a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!